Sziasztok! Ti is vártátok már, hogy szimulálni tudjátok a gépetek mozgását Fusion 360-ban? Jó hírem van! Megérkezett a gépszimuláció! Sziasztok! A mai videóban a Fusion 360 sokak által régóta várt moduljával, a Machine Simulation-nel fogunk megismerkedni. Ahhoz, hogy ezt a modult elérjük, a Preferences-ben, a Preview Feature-öknél be kell kapcsolnunk a Machine Builder és a Machine Simulation modulokat. Ezek még csak Preview funkciók, és valószínűleg a jövőben a Machining Extension részei lesznek. Ha ezt kiválasztottuk, akkor egy meglévő modellünkben található műveletek szimulációja közben a gép mozgásait is láthatjuk. Ehhez természetesen ki kell választanunk egy gépet. Ezt megtehetjük, hogyha a setupunkat megszerkesztjük, és választunk egy gépet hozzá. A gép kinematikáját korábban is kiválaszthattuk vagy definiáltuk, de az csak a posztprocesszálás során került felhasználásra. Válasszuk ki a gépünket a Select gomb megnyomásával. A Fusion 360 library-ben nagyon sok géphez található már gépszimuláció, illetve kinematika. Amennyiben itt nem találjuk meg a gépünket, vagy a gép nem olyan, mint a gépünk, akkor létre kell hozni a saját gépünket. Ezt a videó második részében fogjuk megnézni. A felhőben előre elkészített kinematikák között nem mindegyikéhez található gépszimulációs modell. Ezért a szűrőnél, ha bekapcsoljuk a Simulation Ready, akkor a lista leszűrődik azokra a gépekre, melyekhez tartozik gépszimuláció. Ezt egyébként a adott gépnél egy kis cube ikon jelöli. Választunk most egy AC table, azaz asztal-asztal típusú gépet. Felugrik egy ablak, melyben kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk letölteni a géphez tartozó kinematikai modellt. Letöltés után a setupunkban megjelenik a választott gépünk, illetve egy új tab, ahol be tudjuk állítani, hogy a gépünkön hol helyezkedik el a darab. Az elhelyezkedést beállíthatjuk dinamikusan, akár kis fogópontok segítségével, vagy beállíthatjuk a gép nevezetes pontjához képest a darabunk koordinátarendszerének az eltolási értékét manuálisan, illetve megtehetjük ezt úgy is, hogy kijelölünk egy pontot a darabunkon, melyet szeretnénk illeszteni az asztalunk egy bizonyos pontjához, és az ehhez képest lévő eltolásokat adjuk meg. Most ezt tegyük meg úgy, hogy a darabunk felső pontját illesszük az asztal közepéhez, és eltoljuk 200 mm-rel szélirányban. Ha beállítottuk a megfelelő pozíciónkat, az OK gomb nyomásával elfogadhatjuk a setupunk módosítását. Ennek hatására a képernyőn most már megjelenik a gép és a darabunk elhelyezkedése. Most, hogy beállítottuk a gépünket, illetve a gépünkön a darabunk elhelyezkedését, nézzük meg, hogyan tudjuk szimulálni a gépszimulációt a korábbiakhoz hasonlóan egy vagy több művelet, vagy akár az egész felfogás szimulációjával érhetjük el. Jelöljük ki a szimulálni kívánt műveletet, majd válasszuk a szimulét. Ennek hatására a szimulációs ablakban kiválasztott elemek fognak megjelenni. Például a szerszám, a szerszámpálya, illetve új elemként megjelenik most már a machine-t, azaz a gépet is láthatjuk. Ha elindítjuk a szimulációnkat, ez egy döntött munkacsíkos művelet, ezért gyakorlatilag a forgótengelyek mozgása nélkül a lineáris tengelyekkel történik a megmunkálás. Ha egy olyan műveletet választunk, mely egy folyamatos öttengelyes művelet, jelen esetben például ez a Swarf művelet, a szimulációt elindítva a folyamatos öttengelyes műveletünknél a forgótengelyek is mozognak. A gépszimuláció jelenleg nem támogatja a gépi ütközés vizsgálatát, ezért a gépelemek egymáshoz történő ütközése nincsen vizsgálva. Ezt nagyon fontos megjegyeznünk, tehát tulajdonképpen csak szemrevételezéssel vizsgálhatjuk az esetleges ütközéseket. Jelen esetben az ütközés például úgy tudjuk elkerülni, hogyha a setupunkat megmódosítjuk, és a darabunk pozícióját a gépen egy magasabb pozícióba emeljük, hogy elférjen a főorsunk az asztal mellett. A változásokat elfogadva, a szerszámpálya újra szimulálásával vizsgálhatjuk
a képünk mozgását és szemrevételezéssel az esetleges ütközéseket. Amennyiben a Machine Simulationben a saját gépünk kinematikáját és modelljeit szeretnénk használni, első körben létre kell hoznunk egy modellt, melyben az egyes elemeknek megfelelő alkatrészeket hozunk létre, melyek egymáshoz semmilyen formában nincsenek jointtal kötve. Én most példaképpen létrehoztam egy egyszerű asztal-asztal kinematikájú gép modelljét Fusionben. Ahhoz, hogy ennek a gépnek az összeállítását a Machine Simulationben használni tudjam, a modell megnyitása után át kell mennem a Manufacturing módba, ott a Utilities-ben egy új ikon, a Machine Builder fog megjelenni. A Machine Builder választásával először ki kell választanom, vagy létre kell hoznom a gépem kinematikáját. A saját lokál mappámat választom, és egy új kinematikát hozok létre, mely egy marógép kinematika. Adok neki egy nevet, ez most legyen Table AC, hiszen a gépem egy AC forgótengelyes gép. A vendornak pedig egyenlően egy próba nevet állítok be. A gépem kinematikája jelen pillanatban olyan, hogy a főorsó mozgatja az X-tengely, az Y-tengely és az E-tengely. Ennek megfelelően módosítottam a spindle előtti lineáris tengelyeket, illetve a tablelöz jobb gomb hozzáadásával hozzáadok két forgó tengelyt, mely ugye egy A-tengely, mely irányvektora ugye az X-tengely irányába mutat, véges forgással rendelkezik, mondjuk azt, hogy mínusz 120 fok és plusz 120 fok között tud mozogni. A forgó asztalom pedig unlimited, azaz többször is körbe tud fordulni. Az X-tengelye mozgás tartománya mínusz 300 és plusz 300 között van, az Y-tengelye mozgása 0 és mínusz 450 között van, az E-tengelyen pedig 0 és mínusz 350 között van. A gépszimuláció megfelelő működéséhez szükséges, hogy a posztprocesszor kiszámolja és át is adja a szimulációnak a forgótengelyek értékeit. Ehhez, ha módosított posztprocesszorunk van, sajnos szükséges lesz a posztprocesszor módosítására. A jövőben frissülő posztprocesszorok már tartalmazni fogják majd a gépszimulációhoz szükséges módosításokat, ezért a telepítéskor érkező vagy a Fusion Library-ből letöltött posztprocesszoroknál ilyen módosítást a jövőben valószínűleg nem kell végeznünk. Azért, hogy most a gépszimulációt ki tudjuk próbálni, egy olyan posztprocesszort kell választanunk a telepítésben, melynek az a neve, hogy Machine Simulation. Ezzel tudjuk tesztelni most a gépszimulációt. Ha van egy olyan posztprocesszorunk, mely tartalmazza természetesen a szükséges módosításokat, az is megfelelő lehet. Válasszuk most ezt a posztprocesszort. Ha beállítottam a gépemnek megfelelő kinematikát, az oké elfogadásával létrejött egy próba nevezetű gép, melyhez látható, hogy még nem tartozik kinematikai modell, hiszen ez még csak a kinematikai leírója volt. Ezt kiválasztva már csak össze kell rendelnünk az összeállításunk egyes alkatrészeit a gépünk egyes elemeivel. Ezt megtehetjük a Setup Machine Model ikonra kattintva. A felugró ablakban meg kell adnunk, hogy a szerszám illesztési pontja hol van, ez ugye a főorsunk ezen kör középpontja. Az alkatrészünk illesztési pontját a forgóasztal felsősíkja közepére tesszük. A statikus elemek a gépház, melyek nem vesznek részt semmilyen mozgásban, ezután a tengelyeket sorban kijeljük X, Y és Z lineáris tengelyek, illetve a forgó tengelyeknél az A tengely kijelölése után meg kell adnunk azt az elemet, mely az A tengelynek a forgás tengelyét határozza meg. Ezután kijeljük a C tengelyünket, illetve a C tengelyünk forgását megadó elemet is. Az oké elfogadásával készen vagyunk a gépünk kinematikájának meghatározásával. A kinematikai modellünk helyességének ellenőrzésére az előnézet ikonra kattintva a pótméterekkel ellenőrizni tudjuk, hogy helyesen adtuk el meg a tengelyeket és azok mozgástartományát. Ha leellenőriztük és helyesnek találjuk, close-zal bezárjuk az ablakot, és a finish gomb megnyomásával elkészültünk a kinematikával. A felugró ablakban elmenthetjük a változásokat a gép kinematikánkban. Mentés után a Machine Library megnyitásával a lokál mappánkban megjelenik a listában a próbagépünk, melyhez most már tartozik gépszimulációs kinematika is. Close-zal bezárjuk az ablakunkat, illetve bezárhatjuk a modellünket is.
Az elkészült gépünk kinematikáját, ha szeretnénk használni egy meglévő modellnél, akkor az előzőkhez hasonló módon. A projektben a setup szerkesztésével a listából válasszuk a korábban létrehozott gépünket, a gépünkön adjuk meg a darabunk elhelyezkedési pozícióját, és az OK gomb elfogadásával fogadjuk el a meghatározott pozícióját. Ezután a korábbiakhoz hasonlóan válaszunk egy szerszámpályát, és indítsuk el a szimulációt. A szimulációban látható, hogy most már a választott gépünk kinematikájával fog történni a szimuláció. Mint látható, a Fusion 360-ban egy nagyon egyszerű megoldással megépíthetjük a saját gépünk kinematikáját, és azt használhatjuk a szimulációban. Fontos megjegyezni, hogy jelen állapotban a gépszimuláció a gépi elemek ütközését még nem vizsgálja, ezért gépütközés vizsgálatra nem használható. Ez még jövőbeni fejlesztés. A Machine Simulation jelenleg előzetes funkcióban érhető el a Fusion 360-ban, használjátok ki, meddig az ingyenes verzióhoz, illetve az alap előfizetéshez elérhető, a jövőben pedig a Machine Extension részeként várható az elérhetősége. Remélem hasznosnak találtátok a videót, ha igen, nyomjatok egy lájkot, kövessetek YouTube-on, Facebook-on, illetve ha elakadtatok a saját gépetek gépszimulációs modelljének elkészítésével, vagy egyéb problémátok van a Fusion 360-nal kapcsolatban, a videó alatt található linken további információkat kaphattok. Köszönöm, hogy itt voltatok, további jó Fusion 360 használatot kívánok!